Друзья, мы приветствуем всех участников. Окей, дорогие браток, üdvözlünk mindenkit a kongresszus résztvevőit, magunk felé emelkedve, január 2022-es, 7. lecke, a téma, hogy megtöltjük a helyet közöttünk, és megtaláljuk a tanulási anyagot vagy az árvot rendszeren, vagy a kongresszus weboldalán. Kérdezhetünk kérdéseket a lecke témája alapján. Emlékezzünk, hogy felelősséggel tartozunk a több ezernyi barátért, aki leckén van. Mielőtt kérdezünk kérdést, biztosítsuk, hogy jól hallani, amit mondunk. Írjuk le a kérdésünket előre, és kérdezünk röviden. Hogyha nem tudunk kérdezni technikai okokból, akkor küldjük a kérdésünket az árvót rendszeren keresztül, és a moderátorok majd megkérdezik ezt helyettünk. Hogyha nincs csoport workshopra, akkor írjunk bármilyen nyelven a boardworldcli@gmail.com, és akkor majd segítünk a csatlakozó csoporthoz, mert beszélje a nyelveteket. Rav. Da, mondja Rav. Én nagyon boldog vagyok, hogy következő leckén együtt lehetek veletek. Én látom, hogy a virtuális leckék hogyan befolyásolnak minket, nem hogy rosszabbul, hanem még jobban befolyásolnak minket, mint a fizikai leckék, hogy segítenek minket, hogy érzékeljük, hogy valóban képesek vagyunk közel lenni egymáshoz az összes fizikai távolságok ellenére. Érezhetjük, hogy mekkora mértékben közel kerülünk egymáshoz spirituálisan. A fizikai távolság már azt nem veszük figyelembe, nem érdekel minket. Másrészt nekünk el kell érnünk egy olyan pontot, ahol összekapcsolódunk egymással, összeragasztjuk magunkat egymással, amit úgy nevezünk, hogy devekútban, összeolvadásban vagyunk egymással, hogy elérjük ezt a devekútot, összeragadást egymással. A távolság között először is le kell mérjük a távolságot, és állandóan meg kell próbálnunk ezt megtölteni. Nem egyszerűen lenullázni, hanem megtölteni a távolságot közöttünk. Tehát, hogy pontosan ez a vonzódás, a barátok egymás fele való vonzódása, az, hogy magához vonzza a barátokat, hogy mindenki elkezdi magához vonzani a barátokat, hogy állandóan megtöltsük az egyre nyilvánvalóbb üres teret közöttünk, és akkor ezek az üres terek egyre inkább megjelennek közöttünk, és nekünk állandóan meg kell töltenünk azokat, ki kell töltenünk az üres tereket. A legfontosabb az, hogy a fejlődésünk eredményeképpen, ahogy ez a távolság növekszik közöttünk, egészen a hatalmas mélységpontjáig, és ugyanakkor meg kell értsük, hogy mivel tudjuk megtölteni ezt az űrt egy olyan módon, hogy ez a hatalmas mélység, ez a szakadék, ez ne válasszon el minket egymástól, hanem ehelyett összekapcsolja minket, egyesítsen minket, pontosan azért, mivel mi érezzük a különbséget és a távolságot közöttünk, hogy az összes bűnöket lefedjük szeretettel, hogy mi kiváltjuk a vonzódás érzetét közöttünk mindenek felett, és ez a legnagyobb haszma, a legnagyobb előnye, az eredménye az összes erőfeszítésünknek, cselekedetünknek, amit mi találunk közöttünk, először megtaláljuk közöttük a különbséget, a távolságot, és aztán megtöltjük szeretettel. És valójában ezek hatalmassá válnak, ezek a különbségek, szakadékok, mi ezeket látjuk, ezeket a szinte áthidalhatatlan hatalmas szakadékokat egymás között, hogy mennyire ellentétesek vagyunk, mennyire különbözők vagyunk, nem úgy, mint a gyerekek, akik egyszerűen nincs olyan nagy különbség közöttük, de ahogy növekszenek, mindegyiknek megvan a saját temperamentuma, a természetes hajlama, és akkor látjuk mindegyikben, vagy akár az idősebb rokonokban is, nem csak a szülőkben,
hanem nekünk fel kell fednünk mindezt a különbséget, és a fölött kell egyesülnünk. Mi ezt a tökéletes edényt hozzuk létre, a tökéletes klét, tökéletes edényt, amelyben mindannyian egyesülünk a hatalmas különbségek ellenére, amit felfedezünk egymás között. Egy jó, kellemes kapcsolatban, annak ellenére, hogy surlódás, meg taszítás van közöttünk kezdetben, de utána majd érezzük, hogy egyszerűen összeragadunk egymással, össze leszünk olvasztva egymással egy olyan mértékben, hogyha én nem érzem bármely pillanatban a belső vonzódást, kapcsolatot, összeolvadást, ezt a ragasztást a barátaimmal közöttünk, akkor én egyszerűen elveszek, mint hogyha nem érezném az életet. Én lezuhanok a spirituális szintről, a korporális szintre, és ez egy katasztrófa, ez egy abszolút katasztrófa, így kell érezzem, mint hogyha halál állapotát. Tehát az egész munkánk abból áll, hogy kérjük a Teremtőt, hogy megtöltse ezt a teret közöttünk. És mindezzel együtt, tehát, hogy érzékeljük majd magunkat, mint azok, akik közel kerülnek egymás között, tehát, hogy ez a távolság elkezd zsugorodni közöttünk, ahogy közelebb kerülünk egymáshoz, érezzük, és ezt nevezzük mozgásnak a spirituális világban, hogy a távolság ellenére közeledünk egymáshoz, ez a mozgás a spirituális világban. Első idézet. Kérjük a Teremtőtől, hogy adja meg nekünk az erőt, hogy képesek legyünk az összes cselekedetünket a Teremtő érdekében, a Te érdekedben, a Teremtő érdekében megtenni, mivel egyébként azaz, hogyha Te nem segítesz minket, az összes cselekedetünk csak a saját hasznunkra lesz, csak a saját érdekünkben. Azaz, hogy a mi attitűdünk a jövő felé azon múlik, hogy ez vajon a mi érdekünkben lesz, vagy a Teremtő érdekében lesz, és ez csak is a Teremtő múlik természetesen. A Teremtőnek kell segíteni, mert ha a Teremtő nem segít minket, ha nem, te nem segítesz minket, akkor automatikusan mindent az önző természetükön keresztül teszünk, akkor csak magunkra gondolunk egy ilyen módon. Azaz, hogy még csak nem is tudjuk, hogy képesek vagyunk elmenekülni ettől a helyzettől, mármint, hogy túlmenjünk ezen. Ez a legalantasabb, legrosszabb állapot az összes állapot közül a természetben, amikor beszorultunk ezekből, majd csak magunkért teszünk. Ezzel szemben, hogyha a Teremtő ránk ragyog ezzel a fénnyel, a fényével ránk ragyogtat, akkor asszisztál minket, segít minket abban, hogy összekapcsolódjunk, és akkor elkezdi megtölteni közöttünk ezt a teret, ezt az üreget, a surlódás, a taszítás, a távolság helyét. És akkor elkezdjük majd érzékelni egymást pontosan egy ilyen módon, ami létrehozza a Teremtő jelenlétét közöttünk. Tehát mi képesek vagyunk mondhatjuk ezt, hogy ez hasonló a kenyérmorzsákhoz, vagy a levesbe bedobott zöldségek. Ugye a leves az a Teremtő fénye, melynek meg kell tölteni az összes tereket közöttünk, és akkor mi abban lakozunk majd, mint kenyérdarabkák, krutonok, vagy zöldségek a levesben. És akkor ezt nevezzük úgy, hogy a Shekhinah az Istenség, vagy a Teremtő jelenléte, amely megtölt mindent közöttünk. Mindezzel együtt mi megváltozunk, az attitűd közöttünk megváltozik, és mindaz, ami maradt, az a tény, hogy mi saját magunkon belül egoisták maradunk, mi taszítjuk egymást, mi ellentétesek vagyunk egymással belül, azonban mi figyelembe vesszük egymást annak alapján, ahogy keresztül megyünk ezen a korrekción, ahogy a fény elkezd hatni ránk.
tehát belül egoisták, önzőek vagyunk, taszítóak, és ugyanakkor magunkra vesszük úgymond kívülről a megszorítást, a cimcumot, egy szűrőt helyezünk az önzőségünkre, hogy ezt az egót átváltoztassuk szeretetre és kapcsolatra. Ezáltal mi megsokszorodottan megkapjuk a vonzást, a közeledést egymás között 620-szoros mértékben. Tehát ebből az következik, hogy az összes cselekedetünk az nem a saját érdekünkben történik többé, hanem csak is a kapcsolatunk érdekében, hogy mi kapcsolatot létesítsünk egymás között, és aztán a Teremtővel. De hogyha mi nem leszünk képesek meggyőzni a Teremtőt, hogy segítsen minket az erejével, hogy korrigálja mindenkinek a szándékát megszerzésről, adakozása, azaz, hogy a távolodásból közeledési változtassa, akkor semmi más nem segített minket, akkor nem leszünk képesek egyetlen helyes lépést sem tenni egymás felé semmilyen módon. Csak is akkor, hogyha a Teremtő segít minket. Ez az, ahogy ezt mondhatjuk. Ez a legfontosabb feladatunk. Oké, van-e kérdésetek, mondja Rav? Férfiak, nők, kérdés. Moszkvai hölgyek kérdeznek először. Rav, hogyan vonzuk a Teremtő fényét a közöttünk levő kapcsolatban, hogy ez a fény, ez helyes módon dolgozó rajtunk? Hogyan tudjuk helyesen vonzani ezt a fényt? Ezt tanuljuk állandóan, csak is együtt. Ezt tanuljuk megállás nélkül, csak is együtt. Csak készítsetek egy paktumot, egy szövetséget közöttetek, hogy állandóan kéritek a Teremtőt. Ennyi az egész. Állandóan Teremtőt kell kérnünk. Mi más az, ami nem érthető itt? Hölgy folytatja. Oké, tehát hogyan befolyásol minket? Hogyan érezzük a Teremtőt? Hogyan jelenik meg a Teremtő bennünk, hogy mi tudjuk, hogy ő cselekszik rajtunk? Rav, te képes leszel majd érezni ezt annak alapján, hogy megváltozik az attitűdöd a világ fele, a barátok fele, saját magad fele. A Teremtő hatása az meg kell, hogy változtassa a te vágyaidnak a vektorát, irányát. Abból a tényből, hogy te taszítod a többieket, ehelyett elkezded vonzani a többieket magadhoz. Te majd meglátod, a világ nézeted megváltozik egy önzőről altruisztikussá. Ez az egyetlen dolog, aminek meg kell változni. Minden más, az csak egy eredmény lesz, a te belső változásaidnak az eredménye. Itália 4-es. Rava, buongiorno. Rav, hello. Én nem tudom, hogy helyesen értem-e, de te azt mondtad, hogy mondtál valami nagyon szépet, hogy mi minket a vágyaink irányítanak, és a szándékunk az a mi helytelen. Tehát a vágy az irányít minket, és mi képesek valami ellentétes eredményt hozni, tehát hogy sóvárogjunk az adakozás tulajdonságára. Helyesen értem ezt, Rav, hogy sóvárogjunk az adakozás tulajdonságára, azt én nem tehetem természetesen, hiszen ez ellentétes a természetemmel, de hogyha én egy csoportban vagyok, és én próbálok, meg akarom változtatni magamat, akkor elkezdek megkapni asszisztenciát a csoporttól, és asszisztenciát a Teremtőtől, annak érdekében, hogy sikeres legyek ebben a transformációban. Единственное, что просьба, молитва.
Tehát az egyetlen dolog, ami megmaradt, az a kérés, egy kérést tőlünk. Ez a legfontosabb dolog, ez az, amihez el kell jussunk, hogy állandóan meg kell próbálnunk kifejleszteni ezt a kérést, hogy ez egyre inkább minden magába foglal legyen, egyre erősebb legyen ez a kérés, amivel a Teremtőhöz fordulunk, mennyire különlegessé válik ez az ima. Megvizsgálta, hogy mindent felismerünk, hogy ezt a Balaszulá mondja, meg más kabbalista könyvek mondják, minden az imán keresztül érhető, amikor a Teremtőhöz fordulunk, már egy abszolút specifikus megvizsgált imával, hiszen a Teremtő teremtette meg az egót, tehát ő képes ezt korrigálni, és ő képes ezt helyesen irányítani. Luigi folytatja. Oké, csak szeretnék csak egyet kérdezni, hogyha mi cselekszünk egy olyan módon, ahogy Rav mondja, akkor képesek leszünk eljutni ez a feltételhez, amikor én érzem a vonzódást a megszerzés iránti vágyhoz, de ehelyett érzek adakozás iránti vonzódást, és ez a kérdésem. Természetesen, mondja Rav, elkezdesz vonzódni az adakozás felé. Pontosan ez az, ahogy most természetszerűleg neked ez a vonzódásod van a megszerzés felé, hogy mindent magadnak akarsz, hogy meg akarsz érteni mindent, meg ez a tény, hogy te magasabb, fontosabb, erősebb akarsz lenni, mint a többiek. Ezek mind természetes, ösztönös, önző hajlamok, szándékok. Na most a fény hatására te elkezdesz valami mást érezni, elkezdesz újfajta ellentétes tudatosságokat érezni magadban, azaz, hogy te meg akarod hajtani magad, másokat alacsonyabb akarsz, hogy össze akarsz tapadni velük, és rajtuk keresztül a Teremtőhöz, és így tovább. Tehát mind az összes altruisztikus tulajdonság elkezd megjelenni bennünk a fény hatására. És akkor nem is tudunk majd mit tenni ellenében. Azon a ponton fokozatosan ezek az altruisztikus tulajdonságok megjelennek benned, és akkor te már ennek megfelelően kezdesz el majd viselkedni. Tehát a fény hatására új tulajdonságok jelennek meg benned, és nem tud semmit tenni ellenük, annak alapján kezdesz majd elviselkedni. Női latin 20-as. Hola, Rav. Hola, Rav. Egy kérdés. Kérdés egy baráttól. Hogyan jutok el egy olyan állapotban, amikor az összes barátok vonzódnak a kapcsolat fele, és hogyan erősíthetjük ezt meg, ezt a sóvárgást az egész emberiségben? Rav, minimum azzal kell kezdenünk, hogy ezt a csoporton belül elkezdjük, és csak akkor leszünk majd képesek összekapcsolni a világ többi részével, de minimum legalább a csoporton belülről már beszélhetünk erről, már elkezdjük megérteni, mit is jelent ez. Elkezdjük megérteni, hogy anélkül, hogy elérjük az egységet közöttünk, semmilyen eszközünk, semmilyen képességünk nincsen, hogy felfedezzük a Teremtőt. Hol lennénk képesek a Teremtőt felfedezni, hogyha nem az egységünkben, nem közöttünk. Hiszen nekünk a Teremtő előtt kell lennünk egy emberként, egy szívvel. És hogyha mi nem tudjuk ezt elérni, akkor a Teremtő nem fedezhető fel, akkor nem jelenik meg a Teremtő. Ez a törvény. Egyetlen teljes edény létezett, amely aztán összetört. Hogyha mi fel akarjuk fedezni, mert az edényben volt, akkor ismét össze kell rakjuk az edényt. A legminimálisabb részben, a legkisebb részben akár nekünk össze kell raknunk megint ezt az edényt a saját csoportunkon belül. Azaz, hogy csak egy picinke, mint egy makettben, egy picinke kis kupával, vagy gyűszűvel, a mi kis példánkkal, de így építjük ezt a sablont, vagy makettet. A ti gyülekezetek szintjéig, a ti kapcsolatok szintjéig is minden inkább növekedtek, minden inkább szélesítitek ezt a kupát, vagy ezt a gyűrűt egyre nagyobbá tágítjátok, amivel kezdetben kezditek, egyre inkább új tulajdonságokkal, akkor képesek lesztek a Teremtőt felfedezni, ez egyre növekvő kapcsolatban. Ez érthető. Oké, akkor menjünk tovább. Salt Lake City. Köszönjük, Rav, köszönjük a kongresszust,
Ez egy elképesztő kongresszus. Mi hatalmas, nagyon jó kapcsolatot érzünk, szeretnénk megosztani a világgal, és a kérdés az, hogy ez az ima a teremtőhöz, ez az alap, és mi a viszonyokat a barátokkal ennek a tetején építjük, ennek az imának a tetején, tehát hogy az ima mindennek az alapja, és annak a tetején építjük a kapcsolatot. Rav. Az ima az a legfontosabb cselekedet, ami csak létezik, mivel az egót csak abban a mértékben tudjuk korrigálni, hogy maga az ego kéri a korrekciót, hogy mi kérjük magunk a korrekciót, ezáltal korrigálhatunk. Amikor az írva van, hogy nincsen erőszak a spiritotásban, hanem csak is a mi vágyunk mértékében, a mi kérésünk mértékében kaphatunk segítséget felülről, és akkor ez a segítség majd korrigál minket, ez a felső fény korrigál minket. Tehát mi sehol nem vagyunk a segítség nélkül, mi megmaradunk ezek a kicsiny, egoisztikus állatkák nélkül. Ezek, akik léteznek, ugye a testeikben, körülöttünk mindenki, mi ugyanazok vagyunk enélkül. Semmiben nem különbözünk a többi állattól a természetben. Azon túl, hogy megkaptuk a lehetőséget, hogy mi felemelkedjünk az emberi szintre. Az emberekben ez a különbség az állatokhoz képest. De ez a lehetőség az azon múlik, hogy mekkora mértékben vagyunk képesek összekapcsolódni egymás között. És akkor ebben a kapcsolatban könyörgünk a Teremtőhöz, hogy a Teremtő húzzon minket fel. Húzzon minket fel a kapcsolat, az egység fel az emberi szintre, és akkor majd képesek leszünk megérteni, dekódolni a valóságérzékelés következő szintjét, a közös értelmünkön, közös kapcsolatokon keresztül. Tehát ez a kongresszus, ez nagyon-nagyon jó. Mi dolgozzunk ezeken a különböző pontokon keresztül, hogy hogyan lépünk előre, hogyan haladunk. Mi persze próbálkozunk majd, hogy elérkezzünk egy új szintre. Ez a szint, ez gyakorlatilag már közöttünk van, csak még ezt fel kell fedjük, még tisztáznunk kell közöttünk. Ez az, ami hiányzik, hogy egy kicsit tudatosabbá váljon, érzékenyebbé váljunk felé, hogy képesekedjünk már ezt megérteni, ízlelni. Női Mak 41-es. Az ima a közöttünk lévő kapcsolat korrekciójára, a Teremtő megtölti az üres tereket közöttünk. Ez a családtagokra is vonatkozik, hogy adjuk át ezt az imát a csoporton keresztül a családtag, vagy ez csak az anya a gyermekének? Rav. Mi általában nem foglaljuk bele az imát a családtagokért, a csoport imájába. Mi nem tudunk megszabadulni az önző korporeális aspirációinktól, hajlamainktól. Ennek okán ez az ima, ez nem lehet valóban egy spirituális ima, tehát ne keverjétek össze, ne gyertek ide a családi problémákkal a csoporthoz, nem kell a családot belekevernie a csoportba. Női Lengyel. Mondd meg nekünk, kérlek, hogyan értsük meg, hogy mi egy kérésben vagyunk a Teremtőért, és nem magunkért. Mi, te képes vagy ezt valahogy lemérni, vagy érzékelni valahogy? Tehát semmilyen módunk nincs erre. Mi nekünk egyszerűen sovárognunk kell, hogy ugyanabban a vágyban legyünk, ugyanazzal a szándékkal legyünk, egyetlen, ugyanazon felső tulajdonság fele, a Teremtő szeretetének a tulajdonsága fele. És csak is egy ilyen módon leszünk fokozatosan képesek egyre inkább növelni a kérésünket. Hogy állandóan felemeljük azt, megvizsgáljuk azt, hogy ezt olyan sokszínűvé tegyük, hogy valóban az egy komoly kérésé, komoly javaslattá váljon, vagy úgymond, mintha partnerságot ajánlanánk a Teremtőnek. Afrika. Drága Rav, mi beszélünk...
Because already he has given us all we need. What then do we need to go back to him? Tehát ha jól értem, ugye az volt a kérdés, hogy ugye itt az imáról beszélünk, de mi az, amit mi fel tudunk ajánlani a teremtőnek? Mit adhatunk vissza a teremtőnek? Ha jól értettem Gottfriedet. A teremtő ad nekünk mindent annak érdekében, hogy korrigáljon minket a vágyunknak megfelelően. Hogyha mi képesek vagyunk meggyőzni a teremtőt, ez azt jelenti, hogy mi képesek vagyunk megváltozni, hajlandók vagyunk megváltozni, és akkor ennek megfelelően ő ránk ragyog a szeretet és adakozás vágyával, fényével, és megváltoztat minket. Tehát az egyetlen dolog, amit mi adhatunk a teremtőnek, az a man emelése, az ima emelése, hogy felemeljük a vágyunkat, hogy egyre inkább hasonlóvá váljunk a teremtőhöz. Ezt tudjuk csak adni a teremtőnek. Ahogy ő adakozik, mi is adakozni akarunk. Ez az egyetlen, amit adhatunk a teremtőnek, a kérésünket, hogy hasonlóvá váljunk hozzá. Női 21, Moszkva. Здравствуйте, Рав. A reggeli leckén Rav azt mondta, hogy mi nem kérhetünk saját magunkért a teremtőtől. De én állandóan vágyok arra, hogy köszönetet mondjak a teremtőnek magamért. Tehetem ezt a magam részéről, hogy hálát adjak a teremtőnek? Adhatok hálát a magam nevében? Rav, persze, hogy lehet. És ez nincs tiltva, de van valami más azon túl, hogy hálát akarsz adni? Akarsz még valami mást is tenni? Igen, tehát hogy hálást adjak, hogy ne kérjek semmit. Rav, ebben az esetben akkor miért nem kéred a teremtőtől, hogy közelebb vigyen magához, hogy olyan átegyen téged, mint magát, hogy megadja neked az adakozását? Igen, én a barátokért szeretnék kérni. Semmi probléma, mondja Rav, semmi probléma. Csak kérjél a barátokért, de amikor a mértékben csak lehetséges, kérjél a barátok érdekében. Olyan tisztán, ahogy csak lehetséges, kérjél a barátokért, és akkor meglátod, hogy... hogy még több kérdést és vágyat találsz majd a teremtőhöz viszonyulva. Oké, mi más van? Csehszlovákia 3-as. Hogyan töltjük meg a réseket közöttünk és a teremtő között? Hogyan tudjuk kitölteni rést? Nagyon egyszerűen mi sóvárgunk, hogy adjunk egymásnak, szolgáljuk egymást, segítsük egymást, hogy összekapcsoljunk egymással, a tízesen belül egymáshoz. És akkor ebben azt találjuk, hogy a teremtő közöttünk lakozik, hogy ő soha nem tűnt el onnan, nem is rejtőzött el, hogyha közöttünk a kapcsolatot építjük. Azaz, hogy mi az egónkkal, a kölcsönös taszításunkkal mi rejtjük el a teremtőt, és most mi megpróbálunk ugye összegyűlni, és akkor ezzel az aspirációval, közös aspirációval, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy segítsük egymást, hogy adakozzunk egymásnak, így fedezzük fel a teremtőt, aki megállás nélkül közöttünk lakozott eddig is, csak az ő közöttünk levő lakozás az rejtettségben volt. Mi nem éreztük azt, úgymond számüzetésben volt közülünk, és most mi ebben a számüzetésben kérjük a teremtőt, hogy térjen vissza, hogy mutassa meg magát közöttünk, hogyha segít minket összekapcsolódni megfelelően. Oké, tehát most akkor menjünk a női Moszkó 6-os. Hello, drága Rav, köszönjük szépen. Lehetőséget a kérdés. A kérdés az, mindegyes alkalommal mi befektetünk különböző formákban, minden nap, minden egyes pillanatban. A fény hogyan reagál arra, amikor mi erőfeszítést teszünk, és később ez hogyan befolyásolja az egész Bnei Baruch csoportot? Rav, ezt már meg kell lássuk. Nem is tudom neked elmondani, mert egyszerűen éreznünk kell, mint amikor ízekről beszélünk. Én nem tudom neked elmagyarázni, minek mi az íze, hogy valaminek mi az íze, valami olyasmi, amit soha
soha nem ízlelte meg. Én nem tudom neked azt mondani, hogy ez hasonló ehhez vagy ahhoz. Nem tudunk ízeket átadni egymásnak, ezeket érezni kell. Ez az, amit mondunk, hogy bechech itam, tehát, hogy hasonló ízű. Hova megyünk legközelebb? A fókuszcsoportba. Menjünk a fókuszcsoportba. Ott valami komoly arcú emberek ülnek, ott van török srác. Amikor mi az edény töréséről beszélünk, akkor mi az edény, és hogyan van összetörve, és hogyan tudjuk a törött darabokat ismét összerakni a tízesben, tehát ez a három kérdés. Mi az edény, hogyan tört össze, és hogyan tudjuk a törött részeket megint összerakni a tízesben. Valaha volt jó viszonyod valakivel, és aztán ez összetört, elvesztetted a kapcsolatot. Mondjuk azt, hogy eltávolodtál valakitől, nem vagytok képesek úgy összekapcsolatni, mint korábban. Ez a példája annak, ami volt, és ami most van. Tehát, hogy volt valami jó kapcsolatod valakivel, és ez elromlott. Most itt akkor próbáld meg leellenőrizni magadat, hogyan tudod újra visszaállítani ezeket az eltört vagy elveszett kapcsolatokat. Mindezzel együtt, hogy közöttetek a gyűlölet, vagy a taszítás, ami megjelent, ami eltávolított, az megmarad, az ott marad. Akkor hogyan lehetsz képes felé emelkedni ennek a gyűlöletnek, taszításnak, hogy ismét újjá összekapcsoljad azt a kapcsolatot a szeretett kapcsolatán keresztül. Na, hogyan csinálod? Mondjad meg nekem, hogyan működik ez. De erről van szó, ez történt. A Teremtő szándékosan elválasztott minket egymástól, eltávolított minket egymástól, tehát, hogy mi megpróbáljunk felülemelkedni a közöttünk lévő távolság felé, az ellentétek felé, és így visszatérjünk az egység állapotába. De 620-szoros mértékben érezzük, az intenzitás 620-szorosával válik, és akkor ebben az esetben a legkisebb fény, amit korábban volt, az meg lett sokszorozva, ötszörösen, 125 szinten keresztül, 125-szörösére. Tehát akkor a legkisebb ragyogástól, szikrából, ami egyszerűen csak támogatja a létezésünket most, az átváltozik a Jehida fényévé, amely összegyűjt minket, és összekapcsol minket. Mind ezek a lépések, ezeken keresztül kell mennünk. Ez nem annyira ijesztő. Ez csak az alapelveket tudja tanuljuk. Tehát a legfontosabb az első lépés. Ez a legnehezebb és a legfontosabb, és aztán utána már minden magától lefolyik különböző ízek, különböző stílusban, ugye minden következő lépés, de az első lépés a legnehezebb. De ott már lesz tapasztalatunk, és tudjuk, hogy mit kell tenni. Tehát akkor pontosan hol érezzük a teremtő létezését, a teremtő kezét, melyik ponton kezdjük el érezni a teremtő, a nefes fényét, mondjuk ezt, Rav. Ez az ember szívében érződik, aki érzelmileg össze akar kapcsolódni a barátaival, a szíve mélyéről, a csoporttal össze akar kapcsolódni a szívén keresztül. Ezt a szívében érzi. A szív az edény, ahol ezt elkezdjük érezni. Hogy az ember érzelmi kapcsolatok a létesítőket. Baltia 1-es. Oké, tehát akkor általánosságban a munka az nem nehéz, hanem egyszerű. Csak a megvalósítása között ez a nehéz. Tehát akkor hogyan csináljuk ezt egymás között? Mi a sablonja a viszonyoknak, hogy úgy mondjuk, hogy ezt a sablont hogyan használjuk, ami kényszerít minket arra, hogy kérjünk, hogy ez nem művi lesz, hanem hogy valóságos a szívünk méről, hogy valóban érezzük a barátokat, hogy a dolgok, amikről beszélünk, az ne okozzon ellenmondásukat, hanem tehát, hogy az, ami legnehezebb, hogy egyetértsünk valamint.
Rav, beszéljetek egymás között még többet, kommunikáljatok egymás között többet, még akár írjatok is, írjatok le, amiről beszéltek, és akkor fokozatosan majd kifejlesztitek ezt a kölcsönös nyelvet egymás között, kölcsönös nyelvetek lesz, jobban megértitek egymást majd, és ennél fogva majd közelebb kerültök egymáshoz, egy spirituálisabb módon, szellemi módon, és akkor ott majd érzékeljetek a teremtőt. Egyszerűen dolgoznotok kell ezen, hogy többet kommunikáltok. Lukasz folytatja, ez a lengyel srác, aki a Balti csoportban van. Oké, tehát hogyan képzeljünk el valamilyen fajta... Oké, tehát csináltad egy paktumot egymás között, ezt nevezzük úgy, hogy a kölcsönös felelősség paktuma, vagy szövetséget, és akkor tartsátok azt meg, állandóan erősítsétek meg ezt a paktumot, szövetséget egyre erősebben, egyre intenzívebben, természetesen menjetek, korrigáljátok, újra és újra javítva. A legfontosabb az, hogy ti felnőttek vagytok, meg kell értsétek, hogy milyen állapotban vagytok, milyen állapothoz akartok elérkezni. Fokozatosan építsétek magatokat a helyes állapot alapján, amit el akartok érni. Ez egy komoly munka, mind a férfiak, mind a nők számára komoly munka. A teremtő az segít minket ebben, eltávolít minket, elválaszt minket, és ezzel szemben segít minket a kapcsolatban, hogy közelebb kerülünk egymáshoz. Egyik irányba is, meg a másik irányba is. Egy kicsit plusz, kicsit mínusz, de teremtő működik mindkét irányba. Többé, mint korábban, meg kevésbé, mint korábban. A plusz több, mint a mínusz több, mint korábban. A plusz nagyobb, állandóan megyünk előre, a kontraszt egyre nagyobb, nagyobb és nagyobb amplitúddal a két véglet között. Köszönöm, mondja Lukasz. Női Mak 25-ös. Hello, Zágarav, világcsoport. Nagyon hálásak vagyunk ezért a hatalmas kongresszusért. Van egy kérdésünk a tízesből. Milyen imát kell most emelnünk a teremtőhöz annak érdekében, hogy megmaradjunk a benyomások és az egység állapotában, a világcsoportban, amit elértünk most. Hogyan adjuk át ezt a hatalmas benyomást holnapra, és hogyan vigyük ezt tovább? Rav, nektek kell eldöntenitek egymás között. Én nem akarok javasolni semmit nektek. Nektek kell eldönteni. Ne kérdezzél tőlem. Nem csak egy kérdést kérdeztél, hanem többet is. Tehát írjátok le minden kérdést teljesen. Konzultáljatok egymás között a csoportban, találjátok ki, hogy mi a helyes formája a kéréseteknek a teremtőhöz, és kezdjétek el azt valahogy átnyomni a kérdéseteket, emeljétek fel a teremtőhöz, követeljétek a teremtőtől, kérjétek ezt, csak is így lesztek képesek ezt a kérést kifinomítani. Ne velem beszélj, a teremtővel beszéltek. Tehát az ima, igen, kérjétek, a kérés az az ima. Mi a különbség, hogy hogyan nevezzük kérés vagy ima? Teljesen mindegy, hogy hogyan nevezzük. Oké, köszönjük. Tehát egymás között kell eldöntenünk, hogy mit kérünk a teremtőről. Oké, menjünk tovább a hölgyekkel. Női olasz 8-as. Buongiorno, Rav. Kérdés a tízestől. Hogyan érthetem meg, hogy vajon a cselekedetem az a teremtő érdekében van, vagy a saját érdekében? Hogyan lehet ezt megérteni? Rav, ha a csoport egyetért veled, és te felemeled ezt a kérést, a kérelmet egészen a teremtői közösen, akkor ez a cselekedet, ez a teremtő érdekében van, hogyha közösen teszitek egymás érdekében, akkor az a teremtő érdekében van. Női német csoport, egyelőre nem tudnék ki beszél majd, mert ne senki nem beszél. Oké, nincs kérdés. Oké. Akkor női Mak. Rav mondja elnézést, akkor most Mak. Здравствуйте, учитель. Hello, világcsoport.
a reggeli leckén azt mondtad, hogy a spiritualistnak nem kell megérinteni a korporatist, hogy a spiritualistnak meg kell érinteni a korporatist, hogy hogyan érjük ezt el. A fordítás nem eddig fontos. Amikor ezt mondtam, hogy a spiritualist nem kell, hogy megérintse, én ezt értettem, hogy ne kérjetek a családtagokért, vagy a rokonokért, hanem hogy állandóan csak azért aggódjatok, hogy mi történik a tízeseteken belül, a csoporton belül. Tehát ezt jelenti ezt, hogy azt mondta, hogy a spiritualist nem érinti meg a korporálist, hogy egyelőre hagyjuk a rokonokat, meg a női olasz 8-as Bonjour, grazie. Köszönjük a kongresszust, a csodálatos kongresszust mindennyikünktől. Kérdés. Minél inkább mi létrehozunk saját magunkon belül egy üres teret, a teremtő annál kép jobban készen, hogy megtöltse ezt az üres teret közöttünk. Ez azért van, mivel ő vonzódik a vágyaink boldogsága fele, és segíteni akar minket, hogy felemelkedjünk a létrán. Ez az, ahogy a partnereivel válunk. Rav, ehhez még hozzá kell tennünk, hogy ez az üres tér, ez nem mi hozzuk létre az üres teret, a teremtő teremtett az üres teret, és ő tölti meg, és ő csinál mindent, amit nekünk meg kell tennünk, annak érdekében, hogy felismerjük ennek az üres térnek a karakterét, hogy pontosan mi az, amit tennünk kell, amikor a közöttünk rövőti érzésében jön a teremtő, hozzá létre mindezt, a teremtő rendezi ezt el közöttünk, és ennél fogva nem csak mi, tehát hogy meg kell értsük ezt a távolságot, és hogy ezt hogyan kell korrigálni. Ez érthető, oké? Nos, női Moszkva 14-es, vagy 13-as. 13-as. Hello, mi arról beszélünk, hogy kérjünk a barátokért, de a rabás azt mondja, hogy mi csak magunkat tudjuk korrigálni, nem? És hiányzik ez az egyensúly. Én úgy értem, hogy a barátom az nem korrigált, ezt látom. Én elkezdem mondani a barátomnak, hogy nem helyesen kérdezem, nem jól gondolkozom, nem jól látod, de én nem vagyok képes megérteni. Ki tanította meg neked, hogy a barátaiddal így beszéljél, hogy ők ezt meg azt hibásan csinál? Ki mondta ezt? Nem ezt akartam mondani. Nem, de ez az, amit éreztem tegnap, hogy az egyik barát azt mondta neki, hogy a tízesed, az gyenge, az nem olyan, amilyenek lennie kell, és miért gondoltunk, hogy miért nem látjuk, hogy a probléma bennünk van. Rav. A teremtő az még nem jelent meg közöttetek, nyilvánvaló. Így mindegyik kötök még nem korrigált, még nem vagytok korrigáltak. Tehát a kérdés az, hogy akkor mit kezdünk azzal, hogy kihúzzuk magunkat az egóból, amely állandóan visszasüllyedünk és megfulladunk. Mit tehetünk, hogy kihúzzuk magunkat az egóból? Nos, nekünket közelítenünk kell egymáshoz. Ez az egyetlen megoldás. Ennyi. Közelítenünk kell egymáshoz. És ne nézzél a többiekre, ne mondjál nekik semmit, ne aggódjál. Semmi közöm a többiekhez, hogy én őket kioktassam. Nekem meg kell találnom a teremtőt kell felfednem a tízesben. Ez a legfontosabb számomra. Mivel enélkül én nem is létezek a spiritualitásban. Oké, tehát akkor hogyan gondolhatok arra, hogy a fény eléri a barátaimat, és ugyanakkor úgy gondolom, hogy ők korrigáltak, és én vagyok az egyetlen, aki nincs korrigálva. Rav, pontosan így, csak így kell gondolnod, hogy az egész probléma, az egyetlen probléma, amit te látsz, az csak is a saját egódon belül látod. De ezen túl az egód, az nincs még helyesen hangolva sem. Tehát neked a felekkel hajladnod, hogy magadat korrigáljad. Rabas ír erről minden egyes cikkében. A személynek magát kell korrigálnia, hogy a többieket képes legyen tökéletesnek látni. Női Kijev 8-as. Здравствуйте, Рав. Вопрос из десятки. Miért van az, hogy a spirituális ego egyre inkább növekszik, és annál inkább a korporális vágyaink kisebbé válnak?
mi lecsökkentek a fizikai vágyaitok, a fizikai ambícióitok? Nincsen vágyunk semmire a külvilágban. Rav, nos, hidd el nekem, ez csak átmenetileg van egy, majd fejlődsz tovább spirituálisan, és csak annak alapján, mekkora mértékben majd meglátod, hogy a fizikai vágyaid is mennyire növekszenek. Majd meglátod, hogy mekkora mértékben mi mindent akarsz, majd mindent akarsz, mivel akinek nagyobb, ezen a ponton nincs értelme sírni azért, hogy nem akarsz semmit, hogy eltűntek a vágyaid. Ez egy átmeneti állapot. Ez lehetővé teszi, hogy legalább tegyél egy pár lépést a helyes irányba. De hogy fejlődünk spirituálisan, a korpus vágyánk is egyre növekszenek, majd el sem tudjuk kézzel, mit akarunk majd. Franciák. Hello, Rav. Nem jön a fordítás, sajnos. Hogyan lehetünk képesek mindig emlékezni arra, hogy mi a Teremtőhöz fordulunk, és hogy mi onnan kezdünk, hogy az egységhez fordulunk. A csoportnak kell erre gondolni, amikor mindenki együtt erre gondol, akkor senki nem lesz képes elmenekülni ettől a gondolattól. Ez már arvut, amikor mindenki erre gondol, és egymást befolyásoljuk a gondolatainkon keresztül. Mak. Van mak számozva, meg van mak nem számozva. Jó napot! Ja, ezek azt hiszem, akik még mindig a kurzusban vannak, még nem végeztek, ezért még nincsenek tízesben rakva. Tehát ők még, akik a kurzuson vannak. Oké, okay, hello, Rav, világcsoport. Az összes mak tanítványból, a Kabbala, Nemzetközi Kabbala Akadémiából hatalmas köszönetet szeretnék mondani ezért a kongresszusért, a szeretetért, a fényért. Rav, tudod, ezen a kongresszuson valami nagyon különleges történt. Minden reggeli leckém több mint 100 tanítványunk vett részt ezen a Zoom találkozón, ez valami nagyon különleges. Tehát köszönjük szépen, és van egy kérdésünk. Hogyan... Hogyan születik meg a tökéletes ima a teremtő felfedésére, jól értettem, de kiakadt a hang egy pillanatra, most meg nincs fordítás. Oké, okay. Amikor a mértékben mi aspirálunk, sovárgunk arra, hogy létrejön a kapcsolat, a felső fény, mely elszökött, mely eltávozott tőlünk, ez elkezd visszatérni, és elkezd befolyásolni minket, és akkor elkezdjük érzékelni, hogy hogyan érezhetjük egymást, hogyan lehetünk együtt, hogy mekkora mértékben leszünk képesek látni mindenkinek a belső tulajdonságait, és nem pedig a külső tulajdonságokat, az világi tulajdonságait figyeljük, hanem most a belsőket kezdjük el majd figyelni. Mi elkezdjük érezni a résztvételünket a kölcsönös vágyban, és ez már egy spirituális vágyjá válik, azaz, hogy a szándékon keresztül kezdünk el majd mindent vizsgálni, és akkor már teljesen új motivációnk van, amivel képesek leszünk elkezdeni tanulni, hogy hogyan vonzódhatunk közelebb egymáshoz, hogyan kerülhetünk közelebb egymáshoz. Egy ilyen módon kell viselkednünk, és akkor minden helyre kerül, minden megoldódik. És mi maradt még? Női mak 40-es. Szorak. Дорогой Раф, вопрос о подруге. Kérdés egy barától. Mondd meg nekünk, hogy hogyan tanuljuk meg, hogy árvodban legyünk boldogsággal. Mindegyes alkalom, amikor megpróbálok egyáltalán rágondolni, a testem elkezd kifogásokat találni, bármi csak nem az árvod, kiabál az egom. Oké, mit mondhatnék neked, mondja, a testednek igaza van, nem akarja az árvodat. Nos, mit kell tenned? Mindig ezt tanuljuk, hogy neked azért kell aggódnod, hogy ezt megtörténjen, ezzel
kell megterhelned magad komolyan, állandóan ezért aggódj el, egyik napról másikra, éjjel-nappal, erre kell gondoljál a szándékodban, a sovárgásodban, a barátok érdekében, hogy a barátok megkapják ezt, állandóan ezt kell követelned, hogy a barátok képesek legyenek erre, ezt kell követelned, erre kell gondoljál, a barátokkal való közelségedben fogod majd felfedni a teremtőt, mert egyébként csak megmaradsz egy picinke állatként, elnézést persze, hogy ezt mondom neked, de pontosan ez az, ahogy történik, precízen ezek vagyunk kicsinke állatok, ameddig nem emelkedünk felé. Baltia 3-as. Dobra deň, mondja a zenész barátunk. Köszönjük a kongresszust. Van egy kérdésünk a tízesből. Hogyan kérjük azokat a dolgokat, amiket a Teremtő adni akar nekünk, és hogy ne adjunk neki feltételeket? Hogyan kérjük a Teremtőtől feltétel nélkül pont azt, amit ő akar nekünk adni? Hogyha te a kapcsolatot kéred a Teremtőtől, hogy ebből a kapcsolatból te képes legyél könyörögni a Teremtőhöz, és kérni akarod tőle, hogy összekapcsoljon titeket, és hogy megtöltsön titeket, akkor ez a legcsodálatosabb kérés, amit a Teremtő várhat tőled. Ez nyilvánvaló, nem? Спасибо. Мак 17-es. Да, спасибо. A következő kérdés. Az a leves, aminek meg kell tölteni a teret közöttünk, amit Rav mondott, hogy minden egyes alkalommal a recept megváltozik, állandóan mást kérünk a Teremtőtől, vagy mindig ugyanazt kérjük. Rav, lényegében csak egy kérésünk van a Teremtőtől, de mivel ez új feltételek között jelenik meg, a vágyaink változnak, a szándékaink változnak, ez olyan benyomást ad nekünk, mintha állandóan más körülmények között lennénk. De ez igazából nem így van, mivel a vágyak változnak, de a kérés ez megmarad. Ugyanaz. Mindig egységet kérünk, és az eredmény is mindig ugyanaz. Tehát mindenféle körülmények között, hogy összekapcsolódjunk. Oké. A kabbala bölcselete az nagyon egyszerű, igazából nincs sok minden benne. A teremtő, a teremtmény és annak a módszere, hogy hogyan legyen közösség a teremtő és a teremtmény között. De mivel mi részt veszünk ebben a folyamatban a saját érzéseinkkel, a saját szándékainkkal, a gondolatainkkal, mindenfajta tragédiák jelennek meg előttünk ennek eredményeképpen. Ez nem lesz egyszerű, ez nem egy nyugodt folyamat, de ez a spirituális fejlődés gyönyörűsége. Oké, és akkor ezt tudjuk, ezt tisztelni, hogy mindig ebben a kapcsolatban kell maradnunk, állandóan, drágám, állandóan. Én meglepődöm, hogy egyáltalán kérdezel ezzel a kapcsolatban. Mi mindig erről beszélünk, és mindig ezért cselekszünk. És te még mindig... Én megértem, hogy ők kezdők, de mégis. Oké, de amikor a barátok összekapcsolódnak, akkor a barátoknak egy része leszakad, de kiesnek a kapcsolatból, és akkor nincs érzés. Rav, és neked aggódnod kell, hogy nehogy a barátok kiessenek ebből a rendszerből, tartsad meg őket, állandóan aggódjál, legyél kíváncsi, hogy mi történik velük, állandóan kezdjed azzal, hogy mint az osztályban, amikor felolvassák, hogy ki van ott, és ki nincs ott, és ezen múlik a spirites jövőt, hogy mindig fel kell olvasni ugye a hetesnek, hogy ki az, aki jelen van, ki az, aki nem. És ez a tökéletes íma még nélkülük is. Nélkülük soha nem lehet sikeres semmiben. Még önző módon is szükséged van arra, hogy aggódjál, hogy a többiek is részt vegyenek, és hogy együtt menjetek előre. A többiek nélkül semmilyen tökéletes imát nem mondhatsz, hiszen nem vagytok együtt. Oké, ki van még? Női Moszkva. Здравствуйте, Рав. Hogy folytassuk a kérdést.
Tehát, hogy van egy ilyen dolog, amikor workshopot csinálunk a tízesben, hogyha nincs gyakorlati cél az egységen túl, akkor itt alkalmazunk azt a szabályt, hogy én vagyok az egyetlen, aki nincs korrigálva, és akkor magunkkal dolgozunk. De amikor mi megbeszéljük a munkát, akkor hogy hogyan kell megszervezni magunkat, hogy hogyan kell a leckére jönni, hogy jöjjünk a leckére, vagy ne jöjjünk, gyűjjünk össze, vagy ne gyűjjünk össze, hogy megértsük a módszert egy ilyen módon, vagy olyan módon. Tehát itt az ego talál mindenfajta utakat, mint hogyha nem kéne ezt az utat alkalmazni, hogy csak nekem kell korrigálnom magamat, és nem tudom. És akkor itt ez az, ahol mindenfajta konfliktusokba kerülünk, meg megpróbálunk elnyomni többieket, és így tovább. Itt van a kérdés. Akkor képesek vagyunk megbirkózni ezzel? Esetleg ez valami, amire még nem állunk készen, és ez egyetlen dolog, amit tennünk kell, csak hogy egyesüljünk, és ne beszéljünk meg más dolgokat? Rav. Nyilvánvalóan még nem álltok készen semmire, és semmi nem válik belőletek, ha csak nem kéritek a Teremtőt, hogy segítsen. Ez kétségtelen. Nincs más megoldás. Ez egy kicsinke csoport, kicsinke bandája az önző hölgyeknek, extrém önző hölgyek bandája, akik összegyűltek, akiknek most az egójuk fölé kell emelkedni, hogy összekapcsoljanak egymással. Még attól is félnek, hogy megérintsék egymást, mert csak taszítják egymást, és akkor hirtelen össze kéne ölelkezniük ennek ellenére. És próbálj összeölelkezni egy olyan stílusban, egy olyan módon, hogy közöttetek a Teremtő ereje megjelenik, elkezd ragyogni, mely ugye a szeretet és adakozás. El tudod ezt képzelni, vagy elhinni egyáltalán? Próbáld meg ezt elképzelni minden egyes nap, napról napra, éjjelről napra. Ebben gyakoroljátok, tréningezzetek újra és újra, mert egyébként nem fog működni. Hogy folytatja. Oké, tehát, hogy akkor helyesen értsen meg, tehát meg kell próbálnunk ezt elképzelni, miközben megoldom mindenfajta szervezési kérdéseket. Szervezési kérdéseknek semmi köze ehhez, mondja Rav. Neked csak egyetlen kérdést kell megoldanod. Hogyan egyesíthetjük a szíveinket? A szervezési kérdések azok hülyeségek. Oké, Rav, tehát úgy érzem, mintha nem dolgozunk a helyes módon. Rav, mert rossz benyomásod van, még egyszer mondom neked, rossz benyomásod van, semmit ne csináljál, amely károsítja a kapcsolatot közöttetek, legalább legyen valami fajta kapcsolat közöttetek, ne kezdjetek bele semmi fajta szervezésbe, mert akkor csak mindenfajta kifogásokat találtok majd, hogy konfliktusba legyetek egymással. Oké, folytassátok a ti dolgotok, de én mondom nektek, hogy mit kéne csinálni. Semmilyen körülmények között ne foglalkozzatok olyan dolgokkal, amely elválaszt titeket egymástól, konfliktust okoz. Csak is azzal foglalkozzatok, ami közelebb hoz titeket egymáshoz. Ennyi. Ami konfliktust okoz, elválaszt, azt hagyjátok abba. Argentina hölgyek, hola. Minden, amiről beszéltünk a lecke során, én ebből azt a következtetést vonzom, hogy állandóan imában kell lennünk a tízes érdekében, és a személynek ebben az állapotban kell lenni. Tehát akkor mit kezdjünk, amikor késünk az imával, hogyha van olyan idő, amikor túl lassúak vagyunk az imával, hogyan segítsünk ezen? Rav, mutassátok egymásnak a példát, a pozitív példát, még akkor is, amikor nem akarjátok, de hogyha mutatjátok egymásnak a példát, tehát, hogy van valami, amivel a Teremtőhöz kell fordulni, és hogy van egy módja annak, hogy a Teremtőhöz forduljunk, bár a te részedről ez
hogy mit tudja, csak játék, te csak tettetsz, de mégis ők elhiszik neked. Tehát a magad részéről te csak játszol, te csak mutatsz valamit, de ők el fogják hinni, tehát játszanak a játékot. Moszkva egyes hölgyek, hello-ra, hello mindenkinek. Tehát egy pár kérdéssel ezelőtt Rav azt mondta, hogy mi csak a tízesben egyesülünk, és az összes kérdésünk az csak a tízesre vonzódja. És amikor mi a Simeon Vinokurral vannak programok, és akkor ő kérdezett valamit, hogy én gyűlölem a főnökömet, a munkahelyemen például, és Rav azt mondta, hogy szeretem kéne főnöket. Tehát a kérdés az, hogy hogyan viselkedjünk ezekkel a programokkal, ezek a barátainknak vannak, vagy a külső embereknek, akik nem tanulnak, hogy mit kezdjünk ezekkel a programokkal, Simeon Vinokurral csinált RAF programokkal, hogyha mi az egységgel foglalkozunk, hogyha valaki az megtámad engem, akkor kapcsolódjak le tőle. Csak is a barátok fele. Ne zavard össze, amit én valami más csatornán mondok a terjesztésben, hanem mi most csak arról beszélünk, hogy mit kell tennünk a csoporton belül a tízesben. És akkor ezen keresztül korrigálunk mindent? Igen, abszolút mondom, így van, mondja Rav. Ezen keresztül korrigálunk mindent, amit egymás között csinálunk. Mak Izrael hölgyek egyes. Köszönjük a Rav segítségét a felkészülésünkben. Kérdés, holnapra valami, ha jól értem. Tehát, hogy az általános ima az egész közösségé legyen. Tehát imádkozunk a felkészülésért, vagy ezt nem értettem, tehát hogy valami ima, ami segíteni, részt nem teljesen értem, hogy mire vonatkozik a kérdés. Általában, és mindenben az életben, mondja Rav, a férfiakra kell, hogy támaszkodjatok, nem? Igen, de mi reménykedünk, hogy a tízesünk képes lesz valamit megtenni, Rav. Minden egyes tízes, akár férfik, akár nem, saját maga cselekszik, mint egy autonóm, spirituális, független gyülekezet. Minden egyes tízes, akár férfi, akár nem, egy autonóm, egy független spirituális gyülekezet, úgyhogy magatokra kell fókuszálni, hogy hogyan korrigáltok magatokat a kapcsolatot. Miki van még, mondja Rav. Itália 3-as. Buongiorno Rav. Mit jelent az, hogy a barátom materiális helyzet az én spiritualitásom, Rav? Hogyha te magadhoz veszed a barátaid vágyait, és azokat akarod megvalósítani, akkor ezek a vágyak, ezek már egy olyan struktúrává válnak, amely a te spirituális edényed. Ez az, ahogy ez működik. Oké, menjünk tovább. Orenburg. Mi észrevettük, hogy nagyon rossz a hang, mondják a fordítók, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi volt a kérdés. Rav is mondja, hogy nem hallak, nem értek egyetlen dolgot sem, amit mondasz, mondja Rav. Nagyon nem tiszta a hang. A teremtőnek két kedvenc játéka van, hogy elkap engem, hogyha akar. Hogyan játszok ezt a játékot? Tehát egy fogocskát játszunk a teremtővel, ha jól értem. Igen, a teremtő játszik. Hogyan használjuk fel ezek a játékokat a csoport érdekében? Tehát játszátok ezeket a játékokat, persze, és ennek alapján cselekedjetek, tanuljátok a teremtőtől, hogy a teremtő hogyan dolgozik rajtatok, és ugyanúgy kell nektek is cselekednetek, hogy a teremtő hogyan játszik velünk, Moldova.
Ráf, van egy érdekes kérdésünk. Ez a kongresszus nagyon különleges, nagyon sok csoport fizikailag összegyűlt Moszkvában, Moldovában, szinte mindenhol vannak barátok, akik együtt vannak fizikailag. És ma ez az utolsó napja kongresszusnak, és senki nem kérdezi, hogy hogyan emelkedjünk a zuhanás fölé a kongresszus után. Lehet, hogy nem lesz zuhanás a kongresszus után, csak emelkedünk? Semmilyen körülmények között valahogy ez ilyen nem történhet. A zuhanás az szükséges, mivel egyébként nem lehetne újabb emelkedés, és ezeknek alternálniuk kell egymással. Zuhanás, emelkedés. Nem kell félni egyiktől sem. Épp ellenkezőleg a zuhanásokon keresztül jutunk el az emelkedésekhez, és akkor ezáltal kiérdemeljük az új spirituális szintet, ahogy megyünk tovább. Oké. Unity 2-es. Здравствуйте, Раф. Дорогой Раф. Кердеш Барато. Тегнап те... Azt mondtad, hogy meg kell tölteni az üres teret a tízesben magunkkal. 15 perc ezelőtt azt hallottam, hogy ez a hely, ez a teremtő által van megtölt, akkor ki vagyok én, és hol van az én szerepem ebben. Ráf, a mi szerepünk az abból áll, hogy meghatározzuk, hogy milyen üres tér létezik közöttünk, hogy én képtelen vagyok elérni a barátaimat, képtelen vagyok közel kerülni a barátaimhoz, mivel az egóm nem engedi nekem, hogy közel kerüljek. Tehát én kérem a teremtőt, hogy a teremtő saját maga összekapcsolja minket magán keresztül. A teremtő közt össze minket magával. Nekünk éreznünk kell ezt, és nekünk ezt kell kérnünk a teremtőtől, hogy töltse meg ezt a teret körülöttünk, amit ő teremtett az ego által. Tehát most kérnünk kell, hogy akkor oké, felfedeztük, hogy ő az ego által elválasztott minket, akkor most kapcsoljon össze minket megint. Kérdés egy baráttól. Mi a fő elem a spirituális munkában? A fő elem a spirituális munkában, a legfontosabb pillanat a spirituális munkában az, amikor mi meghatározunk, hogy milyen messze is vagyunk egymástól, azaz, hogy megvan a lehetőségünk, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz a teremtőn keresztül. Azaz, hogy amikor mi kérjük, követeljük, amikor mi kényszerítjük a teremtőt, hogy egyesítse minket, összekapcsolja minket, ez a legfelelősebb és legszükségesebb pont a mi haladásunkban, mivel pontosan ez az, ami korrigál minket, ez az, ami egyesít minket és összeállítja a törött edényt. Oké? Okay? Női Petaktikva, Eszrim Vesalos, 23-as. Igen, köszönjük szépen, Rav. Kérdés egy baráttal a csoportban, tízesben. Mekkora mértékben töltöttük meg ezt a helyet egymás között a kongresszuson? Rav héberül kezdett el beszélni. Rossz kimondják neki. Meglátta Normát, Rav, és már is elkezdett héberül beszélni. Oké, ezen a kongresszuson mi nem egy rossz állapotot értünk el, pontosan nem tudom, hogy mennyire marad meg veletek, de hogyha újra meghallgatjátok a kongresszusi leckéket újra és újra, akkor a kongresszus majd belétek hatol egyre mélyebbre, és akkor képesek lesztek elkezdeni azt helyesen megvalósítani. Akkor majd elkezditek érezni magatokat, mint résztvevői ennek a mozgalomnak, vagy mozgásnak, amikor majd azt találjátok, hogy megtaláltok ezt a teret közöttetek, és meg akarjátok tölteni a teremtő fényével, mivel a teremtő segít minket abban, hogy lerövidítsük ezt a távolságot, amit érzünk egymás között. Az ego a távolság, és a teremtő segít minket, hogy
hogy megédesítsük, hogy kijavítsuk azt, és akkor ezt átváltoztatjuk valamiből, ami elválaszt minket valamivé, amely összekapcsol minket, összeolvaszt minket, és minden egyes újrahallgatással leckében ezt egyre inkább halljuk, majd egyre mélyebben halljuk, majd különösen az előző leckéket, hogy felemelkedünk az értelem fölé, ugye az értelem fölé emelkedés, ötös meg hatodik lecke. De általában az összes lecke, én ezt javaslom nektek, hogy hallgassátok meg, hallgassátok újra és újra minden leckét, még akkor is, amikor darabonként vagy részekként, de hallgassátok a leckéket újra és újra. Oké, énekeljünk egyet. Oké, mondja Rav. Mi folytatjuk tovább az utolsó leckénket. Második pont, válaszolom a következőket írja. Minden kicsiny és nagy, azaz minden, amit mi képesek vagyunk elérni a spiritatásban, azt csak az ima erején keresztül érhetjük el. Az összes munka, amire el vagyunk kötelezve, az csak arról szól, hogy felfedezzük az erőnk hiányát, hogy nem vagyunk képesek. Vagy mi semmit nem vagyunk képesek a saját erőnkből elérni, mivel akkor, amikor meggyőzöttünk erről, akkor képesek vagyunk egy teljes szívű imát kiönteni, azaz, hogy ez a tény, hogy mi felfedezzük, hogy nincs erőnk, nincs szándékunk, hogy mi képtelenek vagyunk bármire, és hogy mi nem értünk semmit, mi nem memorizálunk semmit, mi egyszerűen csak butuska, kicsiny egoisták vagyunk, ez így is van, és ez jó, nekünk egyszerűen helyesen kell ezt érzékelnünk.
de amikor mi elkezdünk helyesen összekapcsolódni a valódi vágy hiányában mindenkiben, amikor elkezdjük érzékelni, hogy semmi nem segíthet minket, kivéve egy sikoltás, egy felsírás, mint ahogy a csecsemő felsír. Mit csinál az, mit tud egy csecsemő csinálni, csak sírni? Ez az egyetlen dolog, ami megmenti őt, és ez az, ahogy túlélnek, ez az, ahogy növekszenek a csecsemők is, mivel másrészt viszont ott az édesanyja, aki állandóan gondoskodik róla, a kisbabáról. Ugyanez van velünk is, nekünk sírnunk kell, és követelnünk kell, hogy a Teremtő elkezdjen dolgozni velünk, és a Teremtő mindig foglalkozik velünk, vagy segít minket, de csak is addig a pontig, ameddig aktuálisan elkezdjük érezni a Teremtő munkáját és az aggodalmát irányunkba. Ez az, amit a Bala Szulam ír, hogy minden kicsiny vagy nagy, azaz minden csak is az ima erején érhető el. És a munka, amire el vagyunk kötelezve, az csak arról szól, hogy felfedezzük az erőnk hiányát és az alantasságunkat, azaz, hogy azt a mértéket, amikor a mértékben mi képesek vagyunk a teljes erőnket működtetni, akkor azt találjuk, hogy vesztesek vagyunk, hogy semmire nem vagyunk képesek, hiszen nem vagyunk képesek semmire. Ez csak annak érdekében, hogy elérjük a szív mélyéről jövő imát, amikor megérezzük a teljes nulla állapotát, ahol abszolút hiányban vagyunk, amikor semmilyen képességünk nincs, hogy semmit nem tegyünk, semmit tegyünk magunkból, kivéve az, hogy felsírjunk, mint egy csecsemő, egy újszülött, hiszen az újszülött semmi más nem tud tenni, csak sírni. Tehát megállás nélkül sír, és ez, amit nekünk is tennünk kell. Állandóan sírnunk kell a Teremtőhöz. Mégis megértjük, hogy abszolút nullák vagyunk, képtelenek vagyunk bármire. Női Toronto 1-es. Szeretett Rav. Köszönjük szépen ezt a kongresszust. Azt mondtad, hogy nekünk kérnünk kell a barátokért olyan tisztán, ahogy csak lehetséges. Most a fordítók felül beszélik az a hölgyet, aki ugyancsak angolul beszél. Tehát, hogy ilyen tisztán kérjünk, ez azt jelenti, hogy magunkra hívjuk a Teremtőt, hogy a szívemen, értelmen, testemen keresztül dolgozunk, hogy a barátokat közelebb hívja. Igen, mondja Rav, legalábbis a szájáról, mert egyelőre nem kapcsolta be a mikrofont. Én azt akarom, mondja Rav, hogy a Teremtő az a szívemen belül cselekedjen, az értelmemen, a fejemen belül cselekedjen, hogy az egész testemen keresztül működjön, hogy a mozgásomat irányítsa, a gondolataimat, a szívemet, és minden egyes lehetséges módon csak engem irányítson, hogy a Teremtő bennem legyen, és megszervezze az egész létezésemet, mindent. A Teremtő ezt már teszi, amúgy is, csak nekünk kell ezt felfedeznünk, és ezt precízen csak egy ilyen módon tudjuk felfedezni, hogy a Teremtő ezt teszi velünk. Ez az, amit akarok, hogy érezzük, hogy a Teremtő az benne van minden lehetséges helyen, amiben nem csak létezik, hogy mindent kitölt. Mind az értelmemben, mind a szívemben mindent ő irányít, és ő határoz meg mindent. Ez az, amit akarok érezni, és ennek megfelelően akarok előre haladni, annak alapján, hogy a Teremtő mit akar tőlem, hogy mit akar végrehajtani bennem, és én pedig csak felajánlom magam számára, mint egy bábú, megszorítom az egómat, és azt akarom, hogy a Teremtő azt tegyen velem, amit csak akar. Úgy manipuláljon, amit csak akar, azt csináljon velem, amit csak akar, semmi más. Felfüggesztem minden saját kontrollomat, és hagyom, hogy a Teremtő használjon engem, mint egy bábút. Harasó. Haver 2-es. Köszönjük, Rav. A napi imánkban minden egyes barát mond valamit, és akkor létrehozunk egy közös imát, de ez egy kicsit mechanikus
és te pedig azt mondod, hogy nekünk úgymond a szívünk mélyéről kell felsírni. Hogyan hozzuk létre ezt a kérést, ezt a felsikoltást a Teremtőhöz? Amit mi csinálunk, ez egy kicsit mechanikus. Ez nem helyes, amit mondasz. Én nem ezt mondtam, nem tudsz csak mechanikusan összerakni egy imát, hogy mindenkitől veszel egy mondatot, és akkor összeraksz egy, az imádnak a szövegét. Csak kárt okoztuk egymásnak ezzel. Nektek be kell gyűjtenetek, analizálnotok kell a vágyaitokat, az aspirációtokat, a célotokat, és egyetlen egységet kell létrehozni az egész. Ezt nevezzük úgy, hogy egy ima, nem az, hogy mindenki egy mondatot mond, és akkor ebből szállítunk egy imát. Ez nem. Semmilyen más módon. Egy közös vágyat kell létrehoznunk, amiből imádkozunk. Rahovot. Hello. Csodálatos kongresszus. Kérdés az egyik baráttól. Tehát akkor mi az ima lényegében, és a tízes hogyan hozza létre ezt az általános imát? Rav. Egyelőre nem jön a fordítás. Adam Nibugar. Mert héberül kezdett el beszélni. Tehát kér, imádkozik, lehet, hogy nem belülről beszél, most mondták Rafnak, hogy héberül beszélt, úgyhogy Raf úrra kezdi. Az ima, az egy kérés a szívmélyéről, ez az ima, a szívmélyéről jövő kérés. Amikor én felemelem a valódi edényemet a Teremtőhöz, mint egy gyermek, egy újszülött, aki felsír, ő az édesanyjához szor, igazából nem is tudja, hogy hogyan, de mégis hozzá kér. Magához köti magát, és felsír ez a személyhez, aki látszólag kezeli őt, és ugyanezt tették az imával is. Nekünk könyörögnünk kell a Teremtőhöz, mivel ő az, aki gondoskodik rólunk, hiszen mi a Teremtőtől születtünk, a Teremtőből születtünk, precízen a Bína, mi a Bína tulajdonságából születtünk, a Malchut tulajdonságából, és pontosan ez az, ami felemel minket, tehát nekünk fel kell emelkednünk a Bína tulajdonsághoz apránként, lassanként. Ez az, amit meg kell tennünk, és ehhez nekünk egy kérést kell küldenünk a Teremtőhöz. Nos, menjünk tovább. Ez lett mondva, hogy az imának, egy teljes imának kell lenni a szívmélyéről. Ez azt jelenti, hogy a személy 100%-ig tudja, hogy nincs senki a világban, aki képes lenne őt segíteni, kivéve a Teremtő saját maga. Azaz, hogy az ima, az akkor egy valódi ima, amikor az eléri a Teremtőt. De hogy eléri a Teremtőt, ez csak akkor lehetséges, hogyha az mélyen a szív mélyéről jön, az ember szívének a mélyéről, azaz a legfontosabb belső vágyból, a szív mélyéről. És akkor, amikor a személy 100%-ig biztos abban, hogy képtelen elérni azt, amit akar, képtelen elérni, mit akar, csak hogyha a Teremtő szó szerint megteszi ezt számára, azonban van itt egy de, van egy de, és ez nagyon fontos, ez a feltétel, hogy a Teremtő az kizárólag a kollektív imára válaszol, csak is a kollektív imát válaszolja meg, csak is a kollektív imát. Tehát mi sikíthatunk, sírhatunk, amit csak akarunk. Nem leszünk képesek olyan imát mondani, amire a Teremtő válaszol, mivel nekünk egy kölcsönös edényen kell keresztül szólnunk a Teremtőhöz, ahogy megszülettünk, ahogy leereszkedtünk, ahogy kizuhantunk egy spirituális szintünkről, a korporális szintre,
hogy el lettünk szakítva mindenki mástól, ki lettünk szakítva egy önző módon mindenki mástól, ugyanúgy anti-egoisztikusan most nekem vissza kell térítenem magamat a Teremtőhöz. Tehát a kérésnek kollektívnak kell lennie. Tehát semmilyen körülmények között nem segít téged, hogyha csak ülsz, és sírsz, és imádkozol, és könnyezel, és könyörögsz a Teremtőhöz önmagadban. Legalább két emberre van szükség, akik együtt, annak ellenére, hogy mindketten önzőek és ellenállnak, de valahogy mégis összekapcsolnak egymás között annak érdekében, hogy egy közös imával forduljanak a Teremtőhöz. Csak is egy olyan módon segíthet, csak is egy ilyen módon működhet, hogy minimum két ember együtt imádkozik. Ez érthető, ugye? Oké, mi más tehetünk még? Latin 11-es. Hello, Rav, hello, világcsoport. Kérdés. Ez egy helyes ima, hogy a barátok korrekcióját kérem, hogy nem értettem sajnos. Rav, annak érdekében, hogy a barátokért imádkozzunk, semmi szükség a személyes korrekcióra. Az ima a barátokért, az önmagában az én korrekcióm, hogy a barátokért imádkozunk. Ez önmagában az én korrekcióm. Nem kell egyénileg bármit változtatni magam, hogy imádkozhassak. Nyeper. Love, mondd meg nekünk, azt mondva, hogy mindent az ima erején keresztül érhetünk, csak el. Sajnos a srác Kijevből akadozik a fordítása, kiesik néha. Hogyan van ez kifejezve? Rav, ez az erő, ez a vágynak az ereje, hogy korrigáljunk, hogy hasonlóvá váljunk, hogy felemelkedjünk, és így tovább, és így tovább. Német 3-as. Tomé Kijevből fordít, és néha kiesik a hangja. Hello, Rav. Először is hatalmas háladás ezért a kongresszusért, meg a 10-esért, meg az összes barátért, akik részt vesznek a kongresszuson. Ez hihetetlen, hogy mekkora erőt ad a 10-es személynek. A kongresszus során állandóan 10, 11, 12 ember volt jelen a német 3-as. Tehát egy bizonyos önző érzés jelent meg magamban. Tehát hogyan tudom átadni ezt a vágyat, hogy mindenki jelen legyen a reggeli leckén is, mint most itt, mivel ez az egyetlen hely, ahol létrehozhatjuk ezt az imát. Tehát akkor mit tegyek, hogy támogassam a barátokat, hogy állandóan meglegyen ez az erő minden egyes nap, hogy mindenki részt vegyen a reggeli leckén. Rav. Nos, én nem hiszem, hogy te képes leszel ezt könnyedén létrehozni. A lényeg az, hogy imádkoznod kell a barátokért, hogy ők megkapják a vágyat, hogy a Teremtő adjon nekik vágyat, hogy szisztematikusan részt vegyenek a reggeli leckén. Ez nagyon sokat jelent az, hogyha valaki ott van a reggeli leckén, és anélkül, hogy valaki részt vegyen a reggel, én nem tudom elképzelni, hogy valaki hogy képes tovább lépni, hogyha nem vesz részt rendszeresen a reggeleckén. Ugye van egy feltétel, ha csak nem szabad, azaz, hogy esetleg akkor éppen dolgoznia kell, vagy tennie kell valamit, amit képtelen bármikor máskor csinálni, mondjuk az időzóna miatt, de semmilyen más módon nem hagyható ki a reggeli lecke. Tehát akkor nézzétek meg magatoknak, hogy általánosságban mi eldönthetjük egymás között, hogy mi a legjobb idő arra, hogy megnézzük a leckét együtt, tehát akár felvételről például vannak, akik úgy nézik, vannak olyan csoportok, mondjuk azt, hogy
Tehát, hogy én mikortól kezdem? Ugye reggel 3-kor kezdjük a leckét, igen? 2:30-kor kezdődik, ugye, felkészülés, most 2:40-kor. Tehát én ezt tudom bárkor máskor, korábban vagy később, de én annak alapján megyek, amit Rabas állított föl, és én nem teszek hirtelen fordulatokat, változásokat. Tehát nézzétek, minden rajtatok múlik, de a reggeli lecke az rendkívül fontos, különösen amikor a személy hatalmas erőfeszítéseket tesz, hogy jelen legyen. Pontosan azok az erőfeszítések, ami a személyt képes előre lökni, amikor nagyon nehéz a reggeleckére rész, és mégis részt vesz. Tehát beszéltünk arról a tényről, hogy az ima az egy teljes ima, csak akkor lehet, amikor a szív mélyéről jön, azaz, hogy a személy tudja 100%-ig, hogy senki nincs a világban, aki képes lenne, hogy segíteni kívül a teremtőt. És a teremtő az csak a kollektív kérésre reagál. Kollektív azt jelenti, hogy legalább kettő, hogy két ember együtt kér, legalább ez. Egyéni imára teremtő nem válaszol. Oké, női Kaukázus 1-es. Női Kaukázus 1-es. Здравствуйте, Рав. Amikor kölcsönös garancia, akkor azt mondtad, hogy az egyenlő az adakozással a tízesben. Ez a barátnak a hiányát kell érezni ehhez? Ez egy korai stádium, mondjuk azt. Oké, és akkor a következő kérdés. Hogyan kapcsolódjunk össze az adakozás edényével? Hogyan kapcsolódjunk össze az adakozás edényével a tízesben? Rav, le kell nulláznod magadat, csak is úgy. Ha lenullázod magad, akkor tudsz összekapcsolni az adakozás edényében. Női Mak 17-es. Daragoj Rav. Hogyan, ezt nem értettem a kérdést, mert meg, tehát, hogy nincsen más rajta kívül valami, és mi van, hogyha... Tehát abban az esetben minden oké, hogyha már érzed, hogy nincsen más rajtak kívül, akkor az összes barátoknak benne kell foglaltatni magukat a teremtőben, ami azt jelenti, hogy így kell viselkedni velük, mint hogyha a teremtőt képviselnék. Ez csodálatos, ez nagyszerű. És akkor ez a korrekció, ez már megtörténik. Gondolkozzatok ezen. Tehát vegyétek a barátokat és a teremtőt félrembe, mint ugyanazok, egyformának kell tekinteni őket. Ez már valami. Oké, tehát hogyan imádkozzak a teremtőnek egy ilyen módon? Tehát, hogy milyen spirituális edény, amikor ezen a ponton már a barátok és a teremtő az egy és ugyanaz, akkor neked le kell ellenőrizned magadat, és meg kell vizsgálni, hogy te nem vagy még teljesen ott, vagy már lehet, hogy ott vagy, hogy képes vagy ezt a szintet elérni. Még mindig van egy kis út addig, ameddig elérjük azt, hogy valóban a barátok és a teremtő az egy és ugyanaz. Románia 1-es. Nagyon sok szeretet az összes barátoknak. Kérdés, ez nagyon gyors és rövid. Hogyan kérjük a teremtőt, hogy töltse meg ezt az ürességet közöttünk, hogyha ez a tér azáltal jön létre, hogy nem érez minket, hogy nem érdekel minket a kapcsolat. Hogy egyelőre nem érdekel minket a kapcsolat, akkor hogyan képes a teremtő megtölteni ezt a teret? Rav. Tehát ki kell fejleszteni ezt az érdeklődést a kapcsolat felé, mivel egyébként nem értek el semmit. Állandóan érzékelnetek kell, hogy érzitek ezt az üres teret közöttetek, és állandóan felé kell emelkedni minden egyes alkalommal, ameddig nem találjátok magatokat egyetlen térben, ahol a teremtő megjelenik. Holland 1-es.
Raf, elmagyaráztad a kollektív imát, hogy legalább két ember kell hozzá. Én ugyancsak ugye látok nagyon sokszor, hogy állandó dialógusban kell lenni a Teremtővel. Tehát akkor ez a kettő hogyan viszonyul egymáshoz, hogyan jussunk el oda, hogyan tudjuk ezt helyesen végrehajtani. Hogy állandó dialógusban legyünk, de ugyanakkor minimum két ember kell. Raf, nekünk egyesítenünk kell a kéréseinket, az erőfeszítéseinket többé-kevésbé egyé, egy olyan szintig, hogy mi képesek legyünk kifejezni azokat a kollektívan a Teremtő felé. És akkor majd reménykedhetünk abban, hogy a Teremtő reagál. Tehát mondjuk az, hogy egy emberként egy szívvel, hogyha összegyűrünk egy ilyen struktúrává, akkor érdemessé válunk a Teremtő válaszára. Baltia 2-es. Rav. Amikor imádkozunk annak érdekében, hogy lássuk a barátoknak a spirituális nagysága, ez a lényege az imának a barátokért? Rav, a legfontosabb ima azért történik, hogy a kapcsolatért egységért imádkozunk, és itt pedig valami pluszt kérsz, valami személyes kérsz, de ez is jó. De a lényeg az, hogy az egységért imádkozunk. Török 1-es. Köszönöm, Rav, a barátom kérdezi. Imádkozhatok anélkül, hogy hiszek? А как ты будешь молиться? Кому? Почему? Зачем? Если у тебя абсолютно... Hogyan imádkozol? Miért? Kihez? Miről imádkozol? Hogyha te teljesen mindenfajta kapcsolat nélkül vagy a Teremtőhöz, akkor ez az esetben akkor az imád arról kell, hogy szóljon, hogy egy olyan teremtőhöz fordulsz, aki hiányzik az érzékeidből, hogy kéred, hogy elkezdjed érzékelni ezt a teremtőt, és akkor ebből az új érzésből, ami felébred benned, akkor képes leszel állandóan kifejleszteni ezt a kapcsolatot a teremtővel. Ez az, ahogy ezt meg kell tenned megállás nélkül. Ne féljél attól, hogy kérjél, ne féljél attól, hogy beszéljél a Teremtővel, mint egy baráttal, mint egy jó ismerőse, vagy bárkivel. Akár bármivel. A Teremtő nyilvánvalóan megért téged, tehát akkor fenn kell tartsad ezt a dialógust a Teremtővel, amikor mindent elmondasz neki, és sóvárogsz, hogy egy választ kapjál a Teremtőtől állandóan. Oké? Harasó? Latin 5-ös. Rav, mit tehetünk a fénnyel, amit magunkra vonzunk? Ez az, amit kérsz, hogy ez a fény meglegyen, hogy ez a korrekció fénye legyen, hogy te már megértsed, hogy mit kezdjél vele, hogy pontosan tudjad, hogy miért vonzod és mit akarsz vele, mivel mi felemeljük ezt a kérést a teremtőzőre fényért, tehát ennek megfelelően kell cselekedni, annak alapján, amit kérsz, annak alapján kapsz valamit, tehát egy szabályként általában mi azt kapjuk meg, amire szükségünk van. Lehet, hogy nem mindig értjük meg, hogy pontosan mi az, amit akarunk, és hogy mire van szükségünk, de mi mindig azt kapjuk a Teremtőtől, és ugye minden csak a Teremtőtől, hiszen nincsen más a kívül. A Teremtőtől precízen mindig azt kapjuk meg, amire szükségünk van, és arra kell gondolnunk, hogy ezt hogyan tudjuk helyesen felhasználni. Női Mak 3-as. Női Mak 3-as. Здравствуйте, Раф. Van egy kérdésem. Én a kazaksztáni csoportban vagyok, a legtöbb csoportunk köz-kazaksztánban van, és hárman vagyunk itt az első napokban, amikor az egész helyzet van, aki a COVID kórházban dolgozik, én meg egyedül vagyok.
Tehát egységre, kapcsolatra, hogyha egységben kérünk a Teremtőtől, akkor ez jó. Ezt már a Teremtőtől kell kérned, hogy ezt kitaláljad, de természetszerűleg minden egyes imánk azt a Teremtő hallja, és azonnal reagál az imáinkra. Ez elégséges, az összes imánk arra, hogy a Teremtő meghallja az imánkat, és mi képesek vagyunk kifejleszteni az érzékenységet, hogy meghalljuk a válaszát, és hogy egy kétoldalú kapcsolatot építsünk a Teremtővel, és ezt meg is tartsuk. Tel Aviv 4-es. Hello, Rav. Vajon a... Sajnos megint nem lenne. Tehát a közösség... Sajnos lehetetlen a kérdést találni, mert a Tominek a hangja kiesik, és már értem nekik, de... Tehát, hogy a kérdés, hogy a közösség létezzen, és hogy felemeljük a Hiszeront a Teremtőhöz. Sajnos most már a Tomi fordítja a Ravot is. De hogy meg kell szerveznünk ezt a kapcsolatot egymás között, hogy elégedettséget adjunk a Teremtőnek. Oké, bocsánat, héberül beszéltem. Tehát a kérés, a csoportnak a kérése olyan kell, hogy legyen, hogy felemeljük a kölcsönös hiszaronunkat, hiányunkat a Teremtőhöz, azaz, hogy a Teremtő az összekapcsol minket egymással, és hogy ebből a kölcsönös vágyból és kölcsönös sovárgásból mi megtanuljuk, hogyan viszonyuljunk hozzá, mint hogyha egyetlen egységből jönne ez a kérés. Petak Tikva 35-ös, tehát hello Rav, először is szeretnék köszöntet mondani neked az erődér, a kongresszus erejére, amely egyesített az összes csoportot, amely lehetővé teszi, hogy látunk téged, ez egy hatalmas köszönet neked. Köszönjük ezt a szükségszerűséget, hogy érjünk a barátokért. Én egyre inkább érzem a szükségét, hogy a barátokért kérjek a szeretet iradakozásért. Hogyha nem kérek, akkor hibázok, sajnos megint a felét nem hallottam. Én hallak téged, ez a leghelyesebb döntés, az egyetlen kiútja a kongresszusnak, vagy a megoldása a kongresszusnak, vagy végeredménye, hogyha ettől a ponttól kezdve én képes vagyok az a barátaim vágyaival élni, hogy a barátaim vágyait emeljem a Teremtőhöz, akkor ez a legoptimálisabb eredménye a kongresszusnak, hogyha mostantól kezdve csak a barátaim vágyaival élek, és azokat emelem a Teremtőhöz. És nekünk állandóan ellenőriznünk kell magunkat újra és újra. A vágyam az nem az én vágyam, hanem a barátaimnak a vágya az enyém, amiket megkapok tőlük, és ezeket emelem a Teremtőhöz, és akkor én egy konnektorra válok az egész tízes és a Teremtő között. És én leszek a kapcsolat a Teremtő és az egész tízes között, és én önmagamban én csak egy nulla vagyok, én csak egy üres cső vagy átvezető vagyok felülről lefele, alulról felfele, és ez az én valódi szerepem ebben az edényben, ebben az egész edényben, az Adamnak az edényében, hogy egy ilyen áttetsző, üres átvezetővé váljak. Abszolút nullává, mely képes átereszteni a fényt, meg a vágyakat magán. Mag 3-as. Köszönjük, Rav. Mit tegyünk, amikor az ego arra kényszerít minket, hogy egyesüljünk? Amikor azt mondod, hogy ha egyesülsz, akkor megnyered ezt a világot is, meg a következőt is. Rav, ez csodálatos, csak menjél és kapcsolódj el, egyesülj, ez is jó.
És akkor majd meglátod, hogy mekkora mértékben az ego ellened van, vagy veled van, de az ego az a teremtő angyal, a teremtő szolgálja. Mi gonosz angyalnak nevezzük, de igazából még tovább is egy angyal, hiszen tol minket az egyetlen közös forrásunk fele. Tehát, hogy mi megtaláljuk magunkat ebben a forrásban, úgyhogy az ego az ugye segítség ellenünkben. Női latin egyes. Hola, Rav. La pregunta. A tízesből. Hogyan lehetünk képesek felébreszteni ezt a szükségszerűséget, hogy szeressük a barátokat, hogy ne gondoljunk magunkra, hanem csak a barátokra gondoljunk. Hogyan lehetünk erre képesek? Rav, hogyan kezdtél el erre gondolni most? Nem volt ilyen gondolatod korábban, nem? És most pedig érzed ezt a felébresztést magadban. Hogyan történt ez? Azért, mivel összekapcsolódtál a barátaiddal, engem hallgatsz, te összekapcsolódsz a forrásokkal, ezzel a kölcsönös állapottal, a kölcsönös szellemiséggel, amely létezik ezen a kongresszuson. Ez az, hogy ez megtörténik. Tehát folytassad tovább ugyanilyen módon, és ne lépjél ki ebből az állapotból. Könyörgöm, hogy ne hagyd el ezt az állapotot. Tehát a hely és környezet. Tovább. Női Rehovot 4-es. Hello, Rav. Hatalmas benyomást kaptunk ebből a csodálatos kongresszusból. Én szeretnék tisztázni valamit az imával kapcsolatban. A helyes ima, amit a teremtő meghal. Ez csak azután történik, miután az összes barátok a szívemben vannak, ahogy a Rabas írja a cikkében, és ez a többség imája. Ez nem csak az, hogy ezzel az érzéssel tudunk a teremtőhöz fordulni. Tehát nyilvánvalóan csak is egy nagy vágyjal, nagy aspirációval, nagy sovárgással, szomorúsággal, kéréssel, könyörgéssel a teremtő fel, amikor mi csak is felé irányulunk, és valami fajta választ várunk tőle. Mi nekünk még mindig meg kell formáznunk a vágyainkat, hogy az olyan belső legyen, hogy csak lehetséges, olyan eszenciális és spirituális legyen csak lehetséges, és akkor az effektív lesz, akkor hatékony lesz. A teremtő azt követeli tőlünk, hogy maximálisan tiszták legyünk és nyíltak legyünk vele, amekkora mértékben csak lehetséges. Moszkva 6-os. Rav, ez a helyes ima, hogy a teremtő érdekében, a barátok érdekében. Igen, de még mindig meg kell érteni, hogy ez az új szívnek éreznie kell a szavakat önmagában, az ima. Tehát ezek mindent elrontanak, csak ne mondjál semmit, hogyha csak szavakat mondtak üresen. Nektek érezni kell ezt, a szívből kell jönnie. Az összes szavaitok ezt egy eszenciális módon kell érzékelni. Nem csak, hogy olvasol valamit a könyvben, és akkor használod, vagy pedig, hogy ismétled ugyanazokat a szavakat újra és újra. Érezni kell ezeket. Latin 7-es. Hola, Rav. Hello, Rav és drága barátok. A kérdés a következő. Amikor mi nem tudjuk, hogy pontosan mit is kell kérnünk, ebben az esetben a kérés ez csak az egységért legyen, és semmi más, amikor nem tudjuk, más kérdezünk, akkor kérjünk az egységért. Rav, oké, legyen így, hogy csak kérjünk egységet egyelőre, és akkor utána képesek leszünk a teremtőtől azt is megkérni, hogy tanítsa meg nekünk, hogyan kérjünk helyesen, tehát hogy megértsük, hogy hogyan is forduljunk hozzá.
a legegyszerűbb, elementáris kéréssel kezdve. Kezdjük az egységgel, és aztán kérjük a Teremtőt, hogy tanítsa meg nekünk, hogy hogyan is kérjünk, mit kérjünk. Belarus. Rav, azzal mondva, hogy nincsenek furcsa kérdések, tehát a dialógusnak az állapota Teremtővel. Én ezt próbáltam ezt, amikor valaki még élt. Én beszéltem vele, és ez az utunkba került, ha jöltem. Én kaptam egy választ minden kérdésre. Mi volt ez? Neked tovább kell lépned, neked meg kell próbálnod a kapcsolatot találni a Teremtővel, ahogy ezt a kabbalisták írják. Ne találjál ki semmit saját magad, mert akkor ez csak összezavar téged. Te visszatérsz ahhoz sok-sok évig, és ennek megfelelően, és ne filozofálgassál. Egyszerűen cselekedj, mint egy kisgyermek, akinek megmondják, hogy mit csinálja neki, úgy cselekszik, hogy ezt mondják neki, kerüljél közelebb a célhoz, egy helyes fejlődésen keresztül. Ez az, amit javasolnék neked. A többi az ugye rátartozik. Női Itália 6-os. Buongiorno, Rav. Hogyha mi sírunk, mint a kisbaba, hogy kérjünk a Teremtőtől, akkor kérdezem magamtól, hogy mi soha nem leszünk képesek felnőni, mindig megmaradunk kisbabáknak? Rav, mi mindig természetesen teremtmények leszünk, és nem a Teremtő, de mi sóvárgunk arra, hogy felemelkedjünk a Teremtő szintjére, hogy a Teremtő szintjét elérjük. Ez az, amiből az egész fejlődésünk áll, és ezt kell megpróbálnunk. És a Teremtő is ezt akarja tőlünk, hogy mi elérjük ezt a szintet. Moszkva 7-es. Здравствуйте, Рав. Mit tehet a személy, amikor a személy beleegyezik abban, amit az egója mond, hogy az ego azt mondja, hogy bármit tegyél, csak ne imádkozzál. Rav. Nos, ez a Teremtő játéka velünk. A személynek egyszerűen be kell csukni a szemét, és haladnia kell előre. Számtalan pont van az útunkon, amikor mi hirtelen megállunk, és nem vagyunk hajlandóak tovább menni. Hajlandó vagyunk megállni, vagy akár visszalépni, vagy visszavonulni, vagy akár mindent eltobni, és ez mind nagyon kiózanító. Bármilyen különleges körülmények befolyása nélkül is. Tehát tudnunk kell, hogyan tudunk helyesen együtt felemelkedni a csoportot segítségével, anélkül, hogy bármi másra figyelnénk, hanem csak, hogy lépjünk előre, bármi is történjen, történik. Kicsit pihenjünk le egymás között a dallal. Oké, Rav, a dal előtt egy pár bejelentés. Tehát jó bejelentések. Első bejelentés, hogy több mint 5000 kapcsolat van ma. Ez egy nagyon jó szám, és mi érezzük ezt a nagyszámú embert, és ugye vannak fizikai gyülekezetek is nagyon sok baráttal, és mi nagyon sok üzenetet kaptunk köszönettel a Ravnak az egész világcsoportból, lehetetlen mindegyiket elolvasni. Én csak egy párat választottam, a legjobbakat.
hogy a leckék nagyon fényesek, vividek, megérintőek, különlegesek, színesek, és nagyon sokat sorol leírás. Esetleg azért, mert Rav oroszul beszélt, nagyon sokan azt mondják, és van egy kérés, hogy megossza Rav a benyomását, és hogy adjál nekünk valami fajta irányt a világcsoport számára, mint egy összefoglaló Rav. Nos, én nem tudom, hogy hogyan hangzom oroszul, mondja Rav, bár a Kabbalában az én anyanyelvem az a héber, és mindenki számára ez az anyanyelv a héber, mivel ez a spirites világból született, vagy származik azokból, akik részt vesznek ebben, és beléptek a spirites világba. Ők tanulmányozták ezeket az erőket, tulajdonságokat egy olyan formában, azoknak a szimbólumoknak a formában, amiket leírtak. És ezekből a szimbólumokból származik a héber ABC, a héber nyelv. Mi olvashatunk erről az Ari Életfája könyvéből, ahol leírja a négy szöget, aztán az a négy fázis a közvetlen fénynek, akkor a diagonális, a ferde benne, amely az elválasztás, a gágatavinám és az ahab között, és így tovább, és így tovább. Az Ari leírja. Mindez magára veszi a kabbalisztikus szimbólumokon keresztül, hogy megvalósítja a spirituális tulajdonságokat, spirituális erőket kifejezi. Ez az, amiről ez a nyelv szól, ez soha nem volt egy élő nyelv, hogy ezt a megszokott életben használjuk. Helyett úgy, mint egy kód, amivel a teremtőhöz fordulhatunk. Én nem tudom, hogy én jobban beszélek oroszul vagy héberül. Lehet, hogy amikor eszenciális érzelmi dolgokat fejezek ki, akkor az lehet, hogy jobban jön ki oroszul, mivel az én oroszom az jó volt. Én nem sokat használom már az életemben, de a múltban egy ponton az nagyon egyszerű, könnyű volt, hogy könyveket írjak, meg beszélgessek oroszul. Egy magas szinten, ugye tudományos szinten Héber, az pedig csak a kabbaláról szól. Én nem tudom. Én majd megpróbálok nektek mindent átadni, amit csak át tudok adni, bármilyen eszközökön keresztül. Köszönöm, hogy hozzám fordultatok, ez nagyon megérintő, hogy köszönetet mondtak. És mit akar a női internet akar? Mi szeretnénk az infót kérni. Oké, csodálatos. Oké, drága barátok, micsoda hatalmas lehetőség, amit Rav megadott nekünk ezen a csodálatos kongresszuson. Szeretnénk bevezetni az olasz csoportot ezzel a videóval. Szeretnénk hatalmas köszönetet mondani ezért a benyomásért Ravtól meg a világcsoportból, és szeretnénk megmutatni nektek egy rövid klipet. Megpróbáltuk ezt összesűríteni egy pár percbe. Szeretnénk átadni a szeretetünket. Hello, barátok! Az olasz csoport az 142 emberből áll, nagyon sok tízesből, és barátok, akik a terjesztésben dolgoznak, 110 barát, a fiatal csoport barátok, és ebben a pillanatban a fiatal csoport az 40 erőteljes tanítványból áll, akik már részt vesznek a terjesztésben, készen állnak, hogy belépjenek az olasz csoportba. A következő kurzus az pedig január 23-án kezdődik, és a tanáraink tanulmányozzák az anyagokat, és mi képesek voltak a 17 könyvet lefordítani olaszra, amiből tanulom.
aki a karantén alatt Oroszországban minden, ami a kabbala vagy a kapcsolat módszeréhez kapcsolódik, az kifejezettünk számtalan csodálatos projektet, hogy segítsük a lakosokat Oroszországban mindenfajta szervezeteken keresztül, hogy kilépjenek ebből a mély válságból. Mi virtuálisan beléptünk az ország otthonaiba, és a szeretet és a kapcsolat értékét és az integrálkozást elhoztuk, és együttműködtünk különböző szervezetekkel Oroszország déli részében, mely bevezette az integrálkozást. És ami a legfontosabb az, hogy a tanároknak a közösség, akik hozzák az ötleteiket, és akkor mi azokat továbbfejlesztjük az egység alapján. Igen, én a tartalmi csapatban dolgozom, amit a Facebook csoporton keresztül, Facebook oldalon keresztül terjesztjük, és aztán terjesztjük az interneten Dr. Lightman tanácsának megfelelően. Mi dolgozunk az anyagokon, hogy terjesszünk az összes weboldalon, a szövegek fordításával lefordítjuk a cikkét, és ugyancsak vannak programok, amit angolul is megosztunk. Lefordítjuk az összes forrásokat, a könyveket, a napi leckéket, és így tovább, és így tovább. És az összes forrásokat megosztjuk a Kabbala média weboldalon. Ez csodálatos, mondja Ralf. Van valaki, akitől példát tudunk találni. Köszönjük szépen, drága barátok! Köszönjük a befektetésre, mi találkoztunk a különleges barátainkkal Ázsiából, akiket nagyon különleges hallani történeteket, hogy jöttek el a kabbalához a terjesztésen keresztül. Mindezt együtt tesszük, láttuk, hogy a tanárunk az mennyire izgatott a lehetőségért, hogy közelebb kerüljön mindenkihez az emberiségben. Ez 700 adományt kaptunk már a világ minden részéről az archívumra. Több 100 000 valamennyi sekül, és ezt arra használjuk, hogy terjesszük a világ minden részén, és így együtt elérni minden egyes szemét, és mindez nektek köszönhetően. És mi pedig meghívunk titeket, hogyha még nem volt lehetőséget, hogy részt vegyél, vagy csatlakozzál hozzánk, adhatsz adományt a kab1.com, kab1.com. Minden egyes adomány nagyon fontos, teljesen mindegy, mennyit adunk, és várunk rátok ezen a weboldalon. Hatalmas köszönet! Oké, és folytatjuk, drága barátok, a kongresszusnak még nincs vége, előttünk áll az utolsó Yeshiva Teverim, 18.30 izrael idő szerint, 17.30 magyar idő szerint, a kongresszus összes résztvevőit hívjunk, tehát ez a következő, és most pedig a dal. Вверх и вперед, стол во дворце накрыт.
ждет Господи.